Hello, kaskacok, üdvözlök mindenkit újra itt. Mai nap folytassuk a God of War második részét. Nagyon sok szeretettel. Üdvözlök mindenkit, sziasztok, Hellóka, kedvan, Hellóka, szia, kellemes délutánt. Hello, szia, hello. Remélem, hogy lehet hallani, ebbe a pillanatban láttok is. Hellóka, sziasztok, üdvözletem mindannyiótokat. Hellóka, üdv, szia, újra itt vagyunk keddi napon. Folytassuk tovább a God of War második részét magyar szinkronnal, és meglássuk, hogy meddig fogunk jutni a mai napra. Hellóka, sziasztok, üdv mindannyiótokat, hellóka, skacok, pusza mindenkinek, sziasztok, hello, szia, cucuka, hellóka, rodik, sziasztok, botik, sziasztok, botik, üdvözletem mindannyiótokat, kedv van, és elindulunk a God of War második részével, aztán meglássuk, hogy meddig jutunk el. Hello, szia, kezét csókolom, sziasztok, üdv mindannyiótokat, skacok, ne felejtsetek el dobni egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni, ez nagyon-nagyon fontos. És hol hagytuk abba? Meg hol a fiú? Itt a fiú. Visszanéztem amúgy a tegnapi, vagyis hát úgy értve visszanéztem, csak belenéztem, és a játéknak a hangja a hangomhoz képest nagyon halk volt. Azt valaki tudja, hogy miért van esetleg? Aha. Úgy lehet, hogy Arthurkánk már megint a kérdezősködés hegyén hátán van. Sziasztok, hellóka, Szabó, sziasztok, üdv mindannyiótoknak, skacok, üdv mindannyiótoknak. A keddi nap van. Na, eljöttünk, hol vagyunk? Alfénbe vagyunk? Alfén? Vagy hol a gyászba vagyunk? Várjál csak, hogy pontosabban van... mi? Betöltés van, Alfheimben vagyunk, így van. Itt vagyunk Alfheimben, és ugyebár a... Ízzék valami abban a csomóban. Alfheimben vagyunk, és a fényt kell, hogy visszaszerezzük. Most az a célunk. Hellóka, üdv mindannyiótoknak, csáóka, sziasztok, üdv mindenkit. Ne felejtsetek el, skacok, dobni egy lájkot, és... Szerintem megölted? Aha. Nézd fel! Igen, oda kell eljussunk. Oda előre kell eljussunk, mert az a fény nem úgy néz ki, ahogy kellene, hogy kinézzen. Szóljatok amúgy, hogy hangos a játék, nem ma most... Nem a mi dolgunk, fiú. Összpontosíts. Hallottad? Figyelj oda. Szóljatok, hogyha a játék hangos, skacok, haladunk minél hamarabb, hogy tudjunk menni. Azt későbbiekben tudjunk egy másik játékot is folytatni. Hoppá! Nagyon jó, ez valamit... Aha. Hello, ciao, sziasztok, hellóka, üdv mindannyiótokat, hello. Fiú, ide! Igen, uram! Mit ír? Még mindig... Olyasmi, hogy örök háború a fényért. Nem értem, ha mindkét oldalnak kell. Miért nem osztoznak rajta? Háború a fény. A háborúk egyik leggyakoribb oka. Aha. Nem hangos, pont jó. Köszi szépen a visszajelzést, éppen akartam kérdezni. Ez egy háború, és annak is a vége. A fényesek vesztettek. Akkor a fényesek vesztettek, te rendesen. Ez a háború a fény és a sötétség, ugye? Nagyon tetszik amúgy ez a skill. Ez a fagyos skill. Miért támadnak meg? Nem tettünk semmit. Egy kicsit sötét a játék. Kicsit sötét a játék, de gondolom, hogy ennek ez a rendje. Nagyon jó. Mondtál valamit? Nem. Rendben. Beteg állat amúgy, de tényleg. Nagyon-nagyon beteg. Legalább közeledünk a fényhez. Várj, ez Sindri. És itt van a Sindri. Singring. Itt van az egyik kovács. Mindjárt oda megyünk egy pillanat, mert... Annyit tudnak papolni, hogy valami eszméletlen.
Aha. Oké. A csónak az szabad, de közben még elé haladnánk, addig beszélgessünk, itt van ezzel a kovácssal. Hogy kerültél ide előttünk, törp? Nekünk azt mondták, a templom az egyetlen út a világok között. Lehet, hogy számotokra igen, de mi törpök tele vagyunk meglepetésekkel. Ez nem válasz. Értékeld a csoda élményét. Oly kevés rejtély marad, ha valaki annyi misztikus tudást halmoz fel, mint én. Hogyan szerezzünk egzotikus alapanyagokat? Hogyan formáljuk azt minden képzeletet felülmúlva? Egy kezdőnek mindez mágiának tűnhet. Rendben. Legyen mágia. Boldog vagy? Van olyan képességük, ezeknek a törpöknek tudnak mozogni a világok között? Igen, készítetted a fejszét. Bárhol felismerném. Ha engem kérdezel, az egyik legjobb darabunk. 20 fagytról visszhangzó sikoltása van beletöltve. Ez a God of War skacok magyar szinkronnal. Honnan ismertem? Sávalé, sziasztok, hellóka, szia István, üdv mindannyiótoknak, skacok, husza mindannyiótoknak. Nő volt. Meg akarta védeni a népét. Gondoltuk, itt az esély a valaki olyannak hatalmat adni, aki jóra használja. Beszélte az anyanyelvünket is. Azt mondta... Mávurinszám Gengur. Mávurinszám Gengur. Ekuntur. Gengura. Lenyűgöző. Sokat látok belőle a szemedben. Gyermek. Köszi, Szindri. Ne érj hozzám! Mi? Én nem akartam. Visszajövök később. Igen? Nagyon vigyázzatok. Mióta az emberek elmentek, kevés rendes alak maradt errefelé. A legtöbbjük csak meg akar majd ölni titeket. Jó tipp. Tudom, hogy ez nem az én dolgom, de a helyetekben lemosnám azt a jelképet a nyakatokról. Azt mondták, hogy ez megvéd minket. Hazugság lenne? A boszorkány adta ránk, ugye, tegnapi nap. Ezt a színező anyagot nem lehet bőrfestékké keverni, csak vaddisznó vizelettel, és ez tényleg jobb, mint a halál? Egy kicsivel. Hát, a ti nyakatok? Ez a koszmániás, bassz meg, komolyan mondom, ez nagyon-nagyon higiénikus, őszintén. Jössz, fiú! Gyere, fiú! Visszanézhetitek a tegnapi streamet, skacok, mert fenn van a lejátszási listában YouTube-on, visszanézhetitek, aki lemaradt volna. Kellett nekünk amúgy is ez a hajó, úgyhogy jól járt. Nem mondtam semmit. Üdv mindenki, skacok, sziasztok, hello, kapusza mindannyiótoknak, hello, hello. Kellemes keddi délután mindannyiótoknak. A retkes nyakú. Igen, igen, igen. Anyád mesélte erről a világról. Nem sokat. Annyit, hogy az elfek mindig a fényért harcoltak, és ezért külön váltak. Aha. Nézzük meg, mi ez a csepp. Tök jó amúgy, hogy közben itt mesélnek meg történeteket. Egy korty világfa harmatából tartós előnyökkel jár. A feltölté véglegesen megnő kettőbe. Az igen! Az igen! Az nem semmi. Hogy? Most sem mondtam semmit. Ura, megesküdtem volna. Mi a baj, fiú? Ciao, gentlemen, szia, pap, ez kellemes délután. Kedvet kívánok neked is. Köszi szépen, hogy itt vagy. Szia, hello. Örülök neki, hogy itt vagy. Kiabáltak. Valami sokan, baj van a gyerkőccel. Te tényleg nem hallottad? Nem. Gonosznak tűntek. Valami hangokat hall a fiú amúgy. Valamit hall. Valami hangokat hall. Valami nagyon kemény hangokat hall a fiú. Ami nem szokásos, ilyen még nem volt vele. Ott a két csóri. Nézd! Két csóri beszélget. Ne. És a bajban vannak. Nem állnak az utunkba, úgyhogy nem foglalkozunk velük. De nem lehet, foglalkozunk velük. Kratos nagyon durva, komolyan mondom. Nagyon, nagyon kemény. Én nagyon illik amúgy a karakteréhez. Nagyon imádom, nagyon szeretem. Jaj, Kratoska. Ez jó, kegyetlen egy hely, minden esetre.
Kettyós lett, igen. Halucinál. Valamit kapott. Ó, bárcsak én is így tudnák aludni a víz mellett. Ah, megérkeztünk. Megérkeztünk. Itt valami probléma van a fénnyel. Valami probléma van a fénnyel. Ugye azt kell kiderítsük, hogy mi a gyász van a fénnyel. Szomorú vagyok az elfek miatt. Alfheim csodálatos hely, de a háború elcsúfítja. Hát el, az biztos. Az a kék ajtó. Biztosan a bejárat. Szia, ciao, Suki. Hello, hello. Üdv mindannyiótoknak. Sziasztok. Óvatosan, fiú. Mit csinálnak? A híd elzűnt. A kristályt eltakarták azzal. De miért? Az erősítés ellen. Sötétben! Oké, jött pár takony. Kapták, lefagyottak. Állj már ide, badd meg! Hát ezek a taknyok. Szóval ott Bepi... Igen? Akkor oda kellene eljussunk, ugye? Hogy megakadályozzuk eztet a... Eztet a szart, ami... ami... Mi körbeveszi. De ide le nem tudunk menni. Itt se tudunk lemenni. Aha. Aha. Itt van egy ilyen cuccmók. Ez mit csinál? Jól van. Tehát ezt csinált valamit. Gondolom. Hát ezt csinált. Hát ezek megettek, baszki! Jó, ezt kapta. Van még ott egy. Jó, ez is kapta. Ó, és belefutunk abban a robbanó genyóba, hát ilyet. Na, most már leálltatok? Nem tudom, tartozunk ide. Nem tartozunk ide. És az a problémájuk. Nem tetszik Kratosznak a kopac feje. Nem növelt hajat. Lehet, hogy parókát kellett volna raknunk, vagy ilyesmit. Lehetséges, hogy kellett volna neki egy kis... Ha ezeket összerakjuk, akkor úgy néztek ki, mint egy rúna. De ennek nincs értelme. Gyere, vissza a csónakhoz. Alfém fénye. Találj egy utat a templomba. Vissza a csónakhoz. Nézzük meg, mi van a másik oldalán annak a izének. Ezeket, amiket felemeltünk. Menjünk, nézzünk be a másik oldaláról. Ott valami fénylik. Mik azok a cuccok? Hogy érted, hogy gyermekszemmel látom a dolgokat? A háborúban egy katona az ellenség vérét látja szépnek. A lelke többi része elveszik, és néha vissza sem tér. De aha. Jól ismered a háborút. Elég. A mesék majd a csónakúton. Most dolgunk van. Apám, ezek egy elf rúnát formáznak. De durva amúgy, nagyon komoly. Jaj, már megint itt ilyen kitaláció van. Oké, oké, vágjuk. Mit jelent? Nélkülem és bennem biztos a halál. Mégis benned én vagyok a legtisztább élet. Igen, ez a víz. Semmi köze hozzá. Fiú! Össze fog esni nekünk még ezen az úton. De más hangok. Kevésbé dühösek. Segítséget kértek. A fény miatt vagyunk itt. Nem érdekel, kik ők és mit akarnak. Téged semmi sem érdekel. Mondani akarsz valamit? Nem. Ez meg fogja nevelni rendesen. Azaz, 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 az igen! Mi történik? Azta, nézd, mit találtunk!
Apám. Igen? A hangok, amiket hallottam. Nehezen jöttem rá, de visszagondolva, anyám volt. Az nem lehet. Tudom, mit hallottam. Atreus, elég. Ez másmilyen. Nézd a szarvait. Mögém, fi. Ez nem jelenthető. Hát jó sokan vannak minden esetre. Álljál már le, baszki! Vigyázz, apám! Sötéten! Ezek egy kicsit vadabb. Ezek... Álljál már le! Ezek egy kicsit vadabbak. Üzelnek mögötted! Nézd meg, nem tudunk ezzel mit kezdeni, hát komolyan mondom. Hát ezt a szart! Na, egy kicsit Kratos le van gyengülve, ne ahogy látom. Ne menjünk a trecekhez. Miért vannak bezárva? Be vannak zárva. Hát azért, igen. És ez mit csinál? Készülj fel! Kinyitottunk valamit. Remélem megérte. Igen. Itt a ládika. Nagyon jó. Kaptunk egy rúnakövet megint. Erős rúna támadás. Előre vívő támadás egy sávban, amely kis függőleges hullámot indít el, amely közepes mértékű fagyássérülést okozhat. Nézzük csak meg. Sebzést ad nekünk, de még mindig ez sokkal jobb. A fagyás meg a sebzése. Ahhoz, hogy megfagynak. Még mindig jobban állunk amúgy a... Adunk egy ilyet. Nagyon jó, ez 4000-be került. Adunk egy ilyet, mert jelenleg ez sokkal jobban adja. És ezt még fejlesszük. A fagyás kell, a kombót megcsináljuk úgy, ahogy nekünk jó. Oké. Itt is vannak amúgy bezárva. Ezeket nem tudjuk kinyitani. Hát ez egy kicsit el van törve. Ezt nem tudjuk kinyitani. Na jó, haladjunk befele, én azt mondom. Szia Kitty, hellóka! Hát megesznek ezek, komolyan mondom. Jó, kapta. Ez már megint mi a dög? Jó, az is kapta. Oké. Oda felmenni nem tudunk. Innen már valonnan kilőttünk egyet? Várjál. Ott van valami. Ide nem tudunk felmászni. Oké. Akkor nyomjunk egy ilyet. A
Aha. Az oldalcsarnok a templomba vezethet. Nézzük aha. meg. Ezt lefagyasztottuk. Ó! Oh. Ó! Oh. Oké, okay, akkor még csak egy van hátra. Rendben. Trükkös. Nagyon trükkös. Ó! Oh. Ó, oh, várjál! A fiúval ki tudjuk lövetni azt a szart? Jó. Elengedheted. Ah, oké. Okay. Nem, nem tudod. Oké, okay, csak így tudjuk megcsinálni. Jó. Oké, okay, most felnyílott amúgy nekünk a dobozka. Ezt felvesszük. Sziasztok, skacok, hello, üdv mindannyiótoknak. Sziasztok, hello. Na, kaptunk még egy almát. Már az almát megcsináltuk volt tegnap, nem? Legalábbis egyet kinyitottunk volt belőle, nem? De oda hogy jutunk be? Oda hogy jutunk el? Ha, de hogy vagyok ilyen vak, de őszintén. Jó. Ah, oké. Okay. Hát nem ezzel előtt tudunk felmenni? Jaj, hogy így! Oké, okay, megvan! Megvan, megvan. Semmi gond, megvan. Egyszerű támadó páncél, amely rúna erőt segít. Rúna erő. Még nekünk mindig az erő, a védelem kellene. A rúna se amúgy nem olyan rossz. Ami... Mi van rajtunk? A halál, ez van rajtunk. Nem tudom még mindig, hogy a rúna... Még mindig erőre akarok menni, minden esetre. Majd később. Még jelenleg jól állunk amúgy. Jó, mindent kollekteltünk, haladjunk befele, én azt mondom. Azt mondom, haladj. Hát mi a szar? Oké. Nem volt igazad. Hogy? Jól ismerem anyám hangját. Ő volt az. Meghalt, fiú. Erről ne is beszéljünk többet. Rendben. Oké. Okay. Most jó helyen járunk, nem? Azok be vannak zárva, azok is be vannak zárva. Ez vissza kinyitja amúgy azt, amit lehúztunk? Oké. Okay. Akkor nézzük még meg azt a ládát. Nézzük meg ezt a ládikót itt. De itt van, lent kell menjünk, nem? Igen, állandóan kapja a frikésiát, de muszáj, ritka bűbáj. 12%-kal csökkenti a sötét elfek támadása okozott összes sérülést. Az igenis, ez automatikusan megkapjuk? Skacok, ezt automatikusan megkapjuk, mert nem tudjuk berakni sehova, nem? Vagy az is egy rúna lenne? De az nem hiszem, hogy rúna kő lenne, vagyis a páncélokba, ugye? Az automatikusan megkapjuk? Hello, sziasztok! Hellóka, ciao, ciao, sziasztok! Üdv mindannyiótoknak! Akkor megvan az a láda is. Nem? És kaszok? Oké, okay, az megvan. Azokkal nem tudunk mit kezdeni, akik oda bent vannak amúgy.
Még legalábbis nem tudunk semmit se kezdeni. Fiú! Spárta idő! Tarts ki, fiú! Harcolj! Hoppá, sikes! Hagyd békén! Ezt most rájuk fogják dönteni, de rendesen. Fuss, fiú! Ezek mi szitakötők? Elmutált szitakötők. Beteg, nagyon beteg. Oké, most kapod! Bam! Bam! Nagyon szép! Ja, kaptunk XP pontokat már is mint, aztán azt is fogjuk fejleszteni. Onnan jöttünk volna amúgy be, nem? Ah, de várjál már, mert kint még hagytunk cuccokat. Ja, azt hittem, hogy itt mellettünk be tudunk jönni időn. Várjál, nézzük meg. Igen. Igen. Oké. Itt nem jutunk át. Kár, hogy a boszorkány ijúrja már nem jó. Ja, hogy nem jó a boszorkánynak az... Ja, oké. Oké. Ezzel a fénnyel majd be tudjuk húzni. Majd ezzel a fénnyel be tudjuk húzni Arturitónak az íját, amit a boszorkány adott ezeknek a köveknek. Ezek azok voltak. Szerinted a boszorkány jól van? Remélem nem halt meg. Tudta, mit csinál. Igen. Nagyon reméljük, hogy túlélte. Aha. Majd ide is be tudunk menni, de szerintem most erre nem lesz opció, az le van zárva. Nézzük meg ezt az ajtót. Még több. Oké. Ha eleget elvágunk, a híd újra megjelenik. Oké. Számíts a harcra. A fény, ugye, mert a fényt elzárta mindez a... Ez a csápos nem tudom én mi, és hogyha eleget kinyírunk, akkor a fényt visszakapják. Na menjünk csak felfele. Nézd meg még egyszer a sztorit, jó? Nézzétek már meg rendesen a sztorit, mert mindig le van írva. Oda van írva a sztoriba nagy pirossal, komolyan mondom. Mit vártál? Lemaradtok azért, mert figyelmetlenek vagytok, komolyan mondom. Ebben már segíteni én nem tudok, sajnálom. Törd már széjjel! Nagyon jó, köszi! Köszi! Feletted, vigyázz! Hát ezt itt a taktik! Több idő kell! Jó, az meghalt, oké. Nézzük meg, mi van ebbe. Készen! Ez mi? Hogy lehet ezt megölni? Keresd a gyenge pontját! Ha belelövünk a izébe... Ütöttél belőle egy darabot! Ezt használhatjuk ellene! Ott a gyenge pontja, gyerünk! Ah!
Oké, akkor megvagyunk, akkor megvagyunk. Hát ezek, komolyan mondom, ezek fel fognak idegesíteni, de nagyon. Ó, amúgy ez mi a tököm volt amúgy? Utolsó! Te gyönyörű volt! Nagy gyönyörű volt! Csináltam? Gyakorlással fejlődhetsz. Fedezd minket, fiú! Ritka bűbáj. 12%-ot csönketi a sötét elfektem. De skacok, ezt automatikusan megkapjuk ezt a bűbájt? Vagy mi kell megígyuk? Vagy nem értem. Zsákmányok. Ezek nem azok. Különleges. Ezek alma. Igen. Fagyott lágunk az már van. De itt nem mutassa. Abszolút nem kapom. Ezek a célok. Itt a térkép van. Ezek a készségek. Igen. Ezeket is kellene majd fejleszteni. Ezek a páncélok és a fegyverek. De akkor automatikusan megkapjuk, nem? Nagyon-nagyon tetszik amúgy. Ha tudunk, ebből ki tudunk jönni 2 óra alatt, akkor majd lesz később, igen. Ha két óra alatt ebből a verzióból ki tudunk jönni. Amúgy azt is elmondtam, hogy ezen a héten a God of War-t ki akarjuk játszani. Kaptunk még egyet. Ez forgó. Nekünk jelenleg a... melyik van berakva? Ez, ugye? Ez a kábítás van. Kábítás ez. Ha berakjuk a fagyasztást és esztet, szerintem tökre jobban kijövünk ebből. Én szerintem. Úgyhogy használjuk esztet. A lefagyasztást, mint ezt. Először ezt akartam, igen, és utána azt ott, de mindegy. Oké. Megvagyunk. Előbb megfagyasztod. Okos. Wow. És eltört az úzája, akkor ez is most oda hullik. Sikerült. Visszahoztuk a főhidat. Nagyon gyönyörű. És így ugye, hogy sikerült azt ott a trutymót leszedni erről a körről, így a fenti híd megnyílt, szóval most már onnan át tudunk menni oda. Nagyon gyönyörű. Oké. Most meg kell találjuk a felvezető utat. Ha, úgy néz ki a fény, nem csak hidat csinál. Talán ez felvisz minket. De akkor ezeket nem lehet kinyitani? Vagy nem értem. De nem, mert innen jöttünk. De akkor őket nem lehet kiszabadítani? Akkor őket nem tudjuk kiszedni innen? Érdekes, akkor lehet, hogy valamilyen fotomódon majd vissza kell jönni. Feljöttünk a tetőre. Visszajöttünk a tetejére, és innen le is tudunk menni. Oké. Onnan jöttünk bentről. Nagyon jó. És akkor most be tudunk menni a kék ajtón. Tudod, sosem szokom meg, hogy szilárd fényen járok. Ha! Az ajtó. Elég érdekes lehet. Is. Mi? Ez nem jó. Nincs az ajtón rés. Hogy nem nyílik széjjel? Nem lehet kinyitni. Ha-ho! Nem értem. Akkor miért van itt ajtó? Ha-ho! Gyere, keressünk egy másik utat. Oké. Na, ott van még egy ládika. Igen, még ott van még egy. Hang. Van valahol egy Nornir láda.
Hol a harmadik? Hol a harmadik? Áááá, és bent van a harmadik. Áááá, értem. Áááá, és bent van a harmadik. Akkor... Oké. 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 A kurva száját visszajött, bazd meg a izé. Á, nem hiszem-e. Há, nem hiszem-e. Oké, okay, akkor azt. Oké. 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 Ha mi adjász, bazd meg! Jó, megvan. Ha komolyan, abszolút egy egyszerű feladat. Oké, megvan a kürt. És 3-ból 3, és megnőtt a hatótávolság. Nagyon jó. Köszi szépen. A maximális dűn megnövekedett, szóval a spárta, gondolom, amikor benyomjuk a spártai módot, akkor az fog tovább tartani. De akkor csak ennyit tudtunk itt csinálni. Oké, okay, a túlsó oldalon van valami. Megint a törp. Szindri? És megint itt van, ez beteg. Erre. Ez megint itt van. Hé, Szindri, vetnél erre egy pillantást? Őszintén? Úgy sincs jobb dolgom. A megint itt van. Harmadjára csak sikerült, igen. Nézzük csak már meg, ez mi. Megöltetek egy aggastyánt. Igen. És nehéz volt. Igen. Ez minden, amit mondani tudsz? Igen. Beteg állat. ez a Kratos vége van tőle. Vége van tőle. Nagyon brutál. Szindri, te mindig is ennyire... Tiszta voltam? Bárcsak. Nem, én is pont olyan koszos voltam, mint bármely törp, amíg egy ván boszorkány ki nem józanított. A varázslatával felfedte, hogy több ezer apró bestia van körülöttünk mindenen. Olyan kicsik, hogy nem is láthatóak. Ne. Akkor ezért ilyen tisztaságmániás. És ha belégítnak, megbetegítenek. De a boszorkány szerint van egy fa, a tölgy, ami képes megvédeni a bestiák ellen, így azóta minden nyelet tölgyből készítek. Látod? Odafigyelek. Na jó, visszadolgozni. Az igen. Na, megtudtuk, hogy miért ilyen tisztaságmániás. Leviatán fejszélt kellene, hogy fejlesszük. Ez meg mi? Nincsen ebből. De miért nem a fejszét? Leviatán fejsze, igen. Fagyott lángunk van egy darab. Nagyon jó, köszi szépen. Köszi szépen, akkor ezzel megvagyunk. Reflexiat? Nem, azt még nem tudjuk. A reflex, ezt pedig tudjuk, igen. Reflexi tegeze. Ebből tudtunk fejleszteni. Legyen is nála, mert amúgy rengeteg sokat segít. Óvatosan utazzatok! Mit akartam hogy nézni? Volt itt nekünk egy... Ezt nem értem, hogy ez mi. Ezt tudja amúgy nekünk adni, vagy már megvan, de nincsen meg. Ugye? Derékpáncél, aggastyán törmelék kell nekünk. És érted, mit tehetek? Tudjuk fejleszteni amúgy a... De nem kellene, mert későbbiekben kapunk sokkal jobbakat. Úgyhogy nem kellene nagyon fejleszteni ezen semmit. Nyugodtan gyertek vissza máskor, és majd akkor vásároltok. Hát igen, igen. Brock, hogy kékte meg nem? Fiú! Semmi baj, igazából jó kérdés. Tudod, a testvérem nem olyan elővigyázatos, mint én. Igazából jobban szeret a fémekkel dolgozni. A puszta kezét használva.
kesztyű nélkül. Szerinte csak így hallja, mi akar lenni az anyag. Sok ezüstöt érintett már, ami gyógyíthatatlanul megváltoztatja a bőrt, vagyis örökkön örökre. De előtte nem hoznám fel a témát. Tudjátok, milyen érzékeny néha. Igen, jól tudjuk. Hát akkor ezért lett kék a másik kovács a testvére. A fémtől. Sziasztok, hellóka, csáó, szia Norbi, hello, hello. Oké, akkor végül is be tudtunk bent jutni. Bent vagyunk. Be tudtunk jutni. Ah, már megint itt vannak, hát végem van. Ah, Istenem. De jó. Oké. Ezek kicsit erősebbek. Nem vagyok kész. Oké. Ezek semmiben nem akarnak halni, amúgy. Ez a Kratos tényleg nem kicsizi el, nagyszerűen szé-szaszé-szé elvágta őket. Szaszé-szavét vágta őket. Oké. Oké. Valami még ilyesmit hagyunk amúgy ki? Igen. Oké, és ez mit csinált? Ó, itt volt egy ládika. Itt volt egy ládika. Jó, itt is van egy. Ezt is vegyük fel. Kellenek a fejlesztések majd. Nagyon jó. Más nem igen látok. Az megvan, ott elől is kinyomtuk. Oké. Nagyon jó. Ó, mik ezek a trükkok? Nagyon jó, tökéletes! Oké, megvagyunk. Nagyon jó. Van ám benne szusz, de őszintén. Van ám szusz benne. Itt már megint egy ládát von magába. Azt mondjuk, hogy tudjuk kiszedni? Aha, ott van. Mi a szar? Várjál. Több is van belőle? Ezen az oldalról. Ezen az oldalról ki tudjuk nyitani. Most remélhetőleg fel tudjuk venni. Arra kell menjünk tovább, de egy pillanatot még visszamegyünk, hogy a ládát vegyük ki. Nagyon jó. Oké. 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 Kaptunk egy gyakori derékpáncélt. Most kapjuk ezeket a rúna erősítő páncélokat kapjuk amúgy. Ne felejtsetek el dobni egy lájkot, skacok, és ne felejtsetek el feliratkozni, ez nagyon-nagyon fontos. Az első részét vissza tudjátok nézni, már fent van amúgy. Már fent van amúgy.
vissza tudjátok nézni az első részét. A tegnapit. Odalisz a fény. Milyen nyelven beszélgetnek? Bevonták azzal a szarral, így nem jön ki a fény. Nézd! Még egy fényelv. Mit csinál? Jaj, ne! Miért ölik meg? Nem csinált semmit. Nem biztos. Egy háború végét látod, fiú. Nem tudhatod, mi vezetett idáig. De nem is védekezett. Mindenki magának hozza meg a döntéseit. Hárman álltak neki Csórinak. Hát igen, nem tudsz beleszólni, amíg nem tudtad, hogy mi van, merre mennyi. De mi beleszólunk. Koncentrálj! Ha jó sokan vannak! Spárta! Juhu! Juhu! Benyomtuk a spártai módot! És most... Közel van a fény. Keressünk utat befelé. Oké, várjunk egy pillanatot. Van-e itt valahol elrejtve nekünk? Jó, ez kell, élet visszatöltő. Nagyon jó. Van-e nekünk valahol eldugva láda vagy ilyesmi? Ez a trutymó vonta be a fényt. Ezt mondjuk ki kell nyitsuk. És lefagyasszuk. Kár volt beleszólni. Hát? Oké. Működik. Nézd! Ilyenből van egy pár. Köves. Oké. Ilyenből van egy pár akkor. Ezen a felén akkor nincs. Nincs. Nincs, ezen a felén nincs. Akkor erre fele kell jöjjünk. Ó, oh, de jó. Oké, gyengék voltak. Kapták. Ezek gyengék voltak. Sötétel. Hát az meghalt. Az kapta. Rendesen kapták. Óvatosan! Hát nem hiszem el, ember! Már majdnem! Partra készen! Hopp! Oké. Jó, lenyugodtak most már? Jó, itt van egy kis eltennivaló. Kis fejlesztésre. Gondolom oda fel kell menjünk majd, nem? Megint nyitsunk egy utat. Oké, fagyasszuk le. Csóka családnak, szia, szia, Idikó, hello, drága, üdvözletem neked is, szia, szia. Nagyon szép. Oké, ez ki, hát igen, nagyon jó, és akkor fel tudunk menni. Jó hatalmas ez a templom. Bemenjek-e, nem tudom. Ez jó nagy. Ez a trutylé is rendesen. Igen, itt megyünk fel a gerincen. Na, itt aztán van rendesen. Na, várjál. Ezt itt el tudjuk nyomni. Oké, ez egyedüli? Nem. Ez nem egyedüli. Oké. Ez is megvan. És akkor gondolom ez a kettő, nem? Vagy be kell dobni? Be kellett dobni. Ó, és ott egy arc. Mi ez az arc?
Jó, apám. Kint volt valamit, amit fel tudnánk venni? Véletlenül ne hagyjuk itt. Nincsen semmi, amit fel tudnánk venni. Oké. Okay. Csak nehogy elmenjünk mellette. Jó, mehetünk be, menjünk be. Hello, szia Lóri, sziasztok, hello mindannyiótoknak. Ne felejtsétek el a lájkot benyomni, és kacók, egy megosztást dobni a live-ra, vagy a videóra, és feliratkozni ne felejtsé. A belsejében vagyunk ennek a trutymónak, nem? Hallottad ezt? Légy résen és maradj mellettem. Most a belsejében vagyunk annak a trutymónak? Amikor odaírunk a fényhez, mit gondolsz, hogyan tesszük a bifröszbe? A boszorkány elmondta. Tényleg? Amikor elszakították tőlünk. Ó, erre nem emlékszem. Jobban érdekelt a biztonsága, mint a cég. Csendet! Elkaptam! A kést, fiú! Húzz anyám terem bulláját, baszki, már megint, hogy lekempeltek! Köszi szépen a kérdésedet, nagyon jó vagyok! Nagyon jó vagyok, kedv van! Kedv van, közelebb vagyunk a hétvégéhez, és nyomjuk a God of War magyar szinkron második részét. Köszi szépen, remélem, hogy ti is nagyon jó vagytok. Hát igen, be kell menjünk a fénybe, hogy feltöltsük, vagyis hát be kell tartani a fénybe azt a defrostot, vagy mi a szart, hogy feltöltődjön. Még egy! Maradj mögöttem! Ez négy kézláb jött, baszki! Ez a Kratos aztán, hogy csak... Tör, Zeus! Hello, szia Balázs, és sziasztok! Hello, üdv mindannyiótokat! Igen, közel járunk a célunkhoz, de óvatosnak kell lennünk, érted? Mondom, ezek olyanok, mind a izé a szúnyogok. Ezek mind a szúnyogok, baszki. Vagy mind a... Nem is, ez olyasmi, mint egy kaptár. Ahol a... Nézd meg, hogy tele vannak. És ott van amúgy a fény. És rajta alusznak. Ez olyan, mint egy kaptár. Amiben a méhek rá vannak a mézre izével. Ott, amikor leomlik, légy készen. Gyorsan kell mozognunk. Rendben. Hát itt úgy nyögdöl, nem kell fél. Oké, oké. Vigyázz! Jönnek! Maradj mögöttem, és figyelj oldalra! Ó, nem jó jel! Ez nem jó jel! Sokan vannak! Folyamatosan lőj! Én megtisztítom az utat! Rövidítsd a lövéseid közti időt! Mi van az, ahol mi gyors? Nagyon sok a célpont! Nem lőhetsz mellé! Egy keskenyebb ösvény sokat segíthet! Koncentrálj! Az anyában, de vannak-e pára a baszki? Jó? És akkor ezt kellene szétrobbantsuk, ugye? Oké, nagyon jó. Fiú! Megsérültél? Nem! És ott a fény. Azta! Ez gyönyörű! Kiszabadultak a lelkek, figyelj már oda! Be voltak zárva. A jó, már kiszabadultak az a lelkek! Lélet. Ez az egész forrása. Kiszabadult mindenki.
Ne felejtsetek el dobni egy lájkot, csikaszék mindannyiótok, és ne felejtsetek el feliratkozni, ne maradjatok le semmiről, és hallom a csengőt bekapcsolni. Mondtam, hogy hallom őt! Gondolod, hogy bent van? Az anyja... Ez hát, tényleg fájt, hát, mintha égett volna a kezem. Hát az nem jó. A lelkek vannak benne, ugye? A halott lelkek. Maradj itt. De maradj itt. Egy pillanat és jövök, skacok, le ne maradjatok! Csak végső esetben használt. Megkapom a fejszédet. Megengedem, hogy megfogd. Ez nem ajándék. Akkor is. Melegíti a kezét? Az igen! Melegíti a kezét? Mi az? Be kell menni? Na mi lett? Bementünk? Ez meg mi? Féj. És a gyerkőccel mi van? Mi van a gyerkőccel? Kint maradt? Vissza kell jönnöd. Itt hagytál egyedül. Atreus. Egyedül vele. Most hol vagyunk? Mindig elmegy. Soha nincs itt. Nem akar engem is. Vissza fogod tudni nézni, Milán, vissza tudod nézni a streamet, úgyhogy ne aggódjál. Ez az otthona, nem? Ez nem az otthona? Ott a ház. De most miért hozott vissza? Igen, ez a házuk. Nem ismerem őt, és ő sem engem. De szerintem nem is akar. Erős vagyok, okos vagyok. Nem az vagyok, akinek gondol. Én jobban tudom. A gyerkőc beszél az apjáról? Nem beszélget velem. Nem tanít. Az Thor? Neki kellett volna. Hallasz engem? Neki, nem nekem. Az anyjához beszél, nem ez egy visszaemlékezés? Az anyjához beszél. Az úgy kemény. Mármint... Nem úgy értettem. Hello, szia Balázs, szia, hello. Ha jobb ember lenne. Aha. Tudom, hogy képes rá. Aha. Az érzelmeiről beszélget az anyjának. Akkor én is. De ha ő nem... Kérlek, gyere vissza. Tudom, hogy itt vagy valahol. És itt... Így kezdődött a játék, amikor így rá volt dőve. Aha, ez még a legeleje. És amikor már elment. Nagyon durva. Hello, szia Daniel, hello, üdv mint anyótoknak, sziasztok, skacok. Az komoly, rendesen komoly. Féj! Várj! Gyere vissza! Ne! Ott volt a felesége. Mit tettél? Miért csináltad ezt? Megmentettelek! Csapdába estél! Vártam, csak vártam, de nem jöttél! Ezért kiúsztalak! Fiú! Csak néhány pillanatig! Voltam bent. Nem!
Nagyon sokáig! Nem voltál itt! Nem tudtam, mit tegyek! Hátrahagytál! Megint! De mit érdekel? Én... Ez lehetetlen. Menjünk, mielőtt visszajönnek. Remélem, végül megérte. S még itt Pampos! Itt Pampos, Kratos! Itt Pampos, hogy a fiú nincsen felkészülve! Ha nem itt művelt le! Ha nem itt csinált! És a mágikus is sem működik. Ezt egyedül a gyermek csinálta! Azt itt Pampos, hogy nincsen felkészülve! Hát az úgy kemény! Fiú, az íjat. Az úgy kemény. Tartsd! Ja, és most húzza be ezzel a fénnyel. Aha. Nagyon jó. És akkor most már tudunk lőni. Fénynyilagot szereztél, lőd ki őket a fénykristályokra, hogy feltöltsd őket Alfheim fényével. Nagyon jó. Fénynyilakat szereztél, lőd ki őket. Igen, még egyszer elolvassuk. Nagyon jó. Köszi. Amikor jelzek, lőd a nyiladat a kőbe. Működött. Oh. Most már vissza tudunk menni. Oh, gyere. Nagyon jó. Hát ez eléggé durva volt amúgy. Freyát, a feleségét láttam úgy bent a fénybe, és azt, hogy azt tudjuk, hogy a fia nagyon-nagyon távol áll érzésileg az apjától. Nem, úgy látszik, Kratos nem annyira foglalkozott vele, amennyire... Nem annyira foglalkozott vele, amennyire elvárta a fiú, nem kapott annyi szeretetet. Tehát igen, mit vártál Kratosztól? Oda hogy megyünk be? Ja, várjál. Itt, aha. Itt van egy ilyen letörő darabka. Azt ott be tudjuk rakni. Nagyon jó. Au, nagyon jó. Tökéletes, és akkor most fel tudjuk venni azt ott a... azt a dobozt, amiben van. Nagyon jó. Megint kaptunk egy ilyen ritka bűbájosszal, de azon reménykedek, hogy ez automatikusan felhasználja. Legalábbis én nagyon-nagyon azon reménykedek. Oké, akkor most oda kell átrakjuk ezt a fénygömböt. Ez csak addig kellett, míg a dobo fel tudtuk venni amúgy azt a kis ládikát. Nézzétek meg, csekkoljátok le, skacok, mert nem tudom pontosan, hogy mennyi. Csekkoljátok le. Akkor eztet már itt kell hagyjuk, nem tudjuk magunkkal vinni. Ha át kell menjünk a másik oldalra. Most már ki kell menjünk innen, mert megvan a Defrostnak a... Most már megvan a Defrost, fel van töltve. Úgyhogy most már vissza kell menjünk a kapuhoz. Oké. 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 Ó, várjál. Aha. Ott van a túlsó oldalon. Nagyon jó, és itt is van egy ládika. Á, tökéletes. Kaptunk egy kis ilyen-olyant. Most vissza kell menjünk a Defrosttal, ugye feltöltöttük, vissza kell menjünk a világfához, a kapuhoz. Ugye? Pontosan. Jó. Nagyon szép, ezzel is tudjuk lőni amúgy. Azt kapta rendesen. Na jó, de itt van egy kis probléma.
Ó, oh, de a fiú nem tud átjönni. Aha. Oké. Okay. Ez is megvan. Gyönyörű. Csináljunk egy utat vissza. Csináljunk egy utat vissza? Hova vissza? Ja, ezzel a szarral? Ez? Oh, de fel kell menjünk. Oké. Okay. Itt fel tudunk jönni, és akkor innen fentről csinálunk egy utat a túlsó oldalára. Oké. Okay. Itt vagyunk megint. Hát mondom neked, ez a... Jézusom! Jó, itt vagyunk megint. Kaptunk megint XP pontot, amivel tudunk fejleszteni. Bár az nem lenne rossz, ha tudnánk egy kicsit fejleszteni. Megint van hármas szint, ezresével tudjuk fejleszteni. Leviatán feltöltéséhez tudunk dobni egy olyant. Ezt egyszer fel kell nyitsuk. Ezt egy csináljuk meg. Mert kell egy ilyen dupla dobás nekünk. Ez nagyon fontos. Ez is jó. És ezzel elfogyott amúgy a készségpontunk. De jó fele vagyunk amúgy, jó fele megyünk. Most már robban is, nem robban is itt voltunk ebbe bent, és akkor innen fentről, mondani úgy, át tudunk most már menni oda. Nagyon gyönyörű. Köszi szépen, Arthur. Le van maradva a live? Miről beszélsz, hogy le van maradva a live? Hogy lenne lemaradva? Oké. Adjál neki egy kicsit. Megint... Nem én vagyok lemaradva, Arthur van lemaradva, bazd meg a lövésekkel! Ő van lemaradva itt a lövésekkel. Jó, kapta. Nagyon jó. Oké. Oké, zsoké. Nézzük csak meg ezt a rúnát. Ah. Nem néz ki rosszul amúgy. Nem néz ki rosszul. Nem tudunk bemenni. Ja? Ah, le kell... Le kell dobni. Oké. Okay. Oké, okay, megvan. Megvan, köszi. Nem, most csak YouTube-on megyen. Mondtam skacok, hogy nem fog TikTokon menni a stream. Ezért mondtam, hogy iratkozzatok fel. Később sírás nem akarok lenni. Látni és hallani. Mivel 3 hónapig mondtam, hogy ott is fog menni, de ebből a fajtából nem. Oké, okay, ott van nekünk cuccos, amit ki tudunk nyomni. Egyszer ezt vegyük fel. Fiú! Ki volt írva? Ki volt írva, skacó? Ki volt írva a sztoriba? Aki nem tudja, az vessen magára. Nem fogok könyörögni senkinek, elmondtam. Köszi szépen! Ne felejtsetek el feliratkozni, az értesítést bekapcsolni, ez nagyon fontos. Sztoriba rendesen kiírtam akkorára, hogy a szemeteket ütte ki amúgy. Akkorára volt kiírva. Na de várjál, azt ott beraktuk, ide fel kell hozzuk azt ott. És egy homoktál. Mégis hogyan kéne elérni? Már megint a izé kell nekünk. Már megint egy csomó megoldást igényel. Nem hiszem el. Azt fentről tudjuk csak bedobni. Csak azt nem értem. Aha, fentről fogjuk tudni az egészet megoldani. Oké, hozzuk fel azt ott a követ. Ami ide lent van. Mondom, hozzuk fel a követ, ami ide lent van.
magaddal viszed. Még az is lehet. Minden rendben van a streammel, skacok? Minden oké és a streammel? Kérnék mindenkitől egy feedbacket. Ha lehetne, hogy a hang jó, a grafika jó, mindennel rendben van-e. Csak hogy lássam, hogy mit hablat jól itt nekünk, Milán. Jó, akkor ide... Oké. Itt fel tudunk menni. Szép kő. Aha. Oké, akkor itt voltam úgy. Igen, egy van ott, amit tudunk dobni, igen. Egy van ott. Egy van ott. És egy van ott. Most a kérdés az... Sikerült? Sikerült. Azaz! Ez az te... Igen, rendben van minden. Köszi szépen, nagyon szépen köszi. Majd megkérdezlek. Ciao, tisztelet, üdvözlete mindannyiótoknak. Örülök neki, minden rendben van akkor. Rendben van. Köszi szépen a visszajelzést. Jó, akkor ez is megvan. Köszi. Nagyon jó, akkor ide már ez se kell ide ez a kő, mert meg vagyunk. Milyen kő? Milyen szép kis kő. Akkor itt is meg vagyunk. Viszont! Viszont nem! Hogy aztam leborult szivar végét! Hát hogy lennénk meg? Hát másképpen nem fogjuk tudni azokat a csápokat kilőni. Csak is úgy. Csak is úgy, ha átjövünk ide. És innen szépen ledobjuk azokat. Jó, most már meg vagyunk. Köszi. Most már tényleg meg vagyunk. Ne felejtsetek el dobni lájkot, skacok, hogyha tetszik a game. És kommentbe leírni a véleményeteket róla. És azt ott, hogy ti már játszottátok-e. Most már eléred a tálat. Aha. Ja, azt ott a tálat kell elérje. Aha. Mi van odaírva? Mag. Emlékezz a formára. Igen, tudom. A formát kell belevése abba a homoktálba. Gondolom megint egy ilyen... Igen, de... Aha. Itt van. Nagyon jó. És akkor gondolom most nyissa ki. Oké? Okay. Rajta. Sem a legkiválóbb ember vagy fa, nem több kezdetben, mint én. Igen, ez a mag. Hülye rejtények. A mag. Hülye rejtények. Mégiscsak ajtó. Ez egy ajtó, de egy mágikus ajtó. Ennek a túlsó oldalán voltunk, csak nem tudtunk bejönni. Ugye? Ugye? Igen. Most azon gondolkozok, hogy kell-e magunkkal vigyük azt a... Megjöttek a főnökök. Ez olyan, mint a gyári munkában a izéváltás. Szekcióváltás. Vagyis az ilyen shiftváltás. A délutános váltás ment a gyári munkába. Hát akkor nem kellett magunkkal hozzuk. Ez megint itt van. Ez a hülye. Azt mondja, ez a hülye megint itt van. Visszajön. Visszajön? Jöjjön. Jöjjön, levágom. Ezek kik? Ezek a lelkek voltak, gondolom ezek a... Mit tudom én mitik, ott száldosnak látod, egyik jobbra-balra. Ezek az elveszett lelkek voltak. Gondolom a templom őrzői. Nincs itt a csónak. Ja, a csónakunkat ott hagytuk. A felvonóval. Aha. Tényleg megint vissza kell mennünk. Oda megyünk, ahonnan jöttünk. Mert nem tudunk átmenni, a csónakot ott hagytuk a legelején. Akkor... Ugye a zalogúton megint át kell menjünk. Pa, 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 pa.
Nagyon jó, nagyon fincsi, nagyon jó. Kratos hozza a formáját még mindig. Úgyhogy feltöltöttük, mondom. Az volt a lényeg, hogy eztet, ami az oldalán van, azt kellett fénnyel feltöltsük, ha valaki nem lenne tisztában a dolgokkal. Viszont itt jó sötét van. Viszont világít az, ami az oldalunkon van. Ez nem jelent jó hírt, az őszintét megmondva. Ez nem volt nyitva. És itt volt egy köcsög. Itt volt egy köcsög bezárva. Itt volt egy köcsög bezárva. Oh. Meghalt. Kaptunk megint valamit tőle. Tőle. Gondolom, hogy ezeket el lehet adni, nem? Esik az eső, de jó! Oh, de jó! Van fény, legyen elég. Oh, de jó! Azt a kevés kis fényt is elvették. Oh, boszorkány! Használd a nyilaidat! Ha nem találja el! Mi van ezekkel a boszorkányokkal? Használd a füled, alkalmazkodj! De mi az, hogy felfele tartanád? Keresünk egyet! Ó, oh, ide kell rakjunk egy... Oda kellene rakjunk egy olyan fénykövet. Aha! Köszi! Ah! Itt van valaki! Fiú! De ezekkel se tudunk semmit se kezdeni. Valaki tudja, hogy merre van az arra? Ez be van zárva. És ezzel se tudunk mit kezdeni. A túlsó oldalán kell legyen valami? Ide kellene hozzunk egy követ. Álljál már, Leddig! Nézd már oda! Menjünk már! Na, ez hiányzott nekünk. Nagyobbnál nagyobb szörnyek hiányoznak innen. Oké. Ezt kapta. Jó, nézzük meg, hogy itt mi van. Á, és ott van. Oké, megvagyunk. Megvagyunk. Azt, ha ledobom, akkor jönni fognak innen oldalból valami? Hát persze, hogy igen, hát miért is ne? Oké, jók vagyunk. Nézzük meg, hogy itt valami láda van-e, de nincsen. Igen, és itt van-e valami? Ezen a vázán kívül. Ez élettöltő. Oké. És megkaptuk eztet, ami és tök jó. Nem akarom, hogy lemaradj, mikor megtámadnak. Légy résen és maradj csendben. Istenem, ez a gyermek, aztán komolyan mondom. Megeszi az életedet. Hát csak elbírunk egy követ, nem? Ha már egy teljes izét. Ide be akarnám rakni, hogy nézzük meg, hogy mit csinál ez itt. Hogy ez mit csinál, vagy hova vezet. Kíváncsiság. Fiú, lőj! Oh.
Na de nem, ne, 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 ne. Várjuk meg, nézzük meg, hogy mi van ebbe az, ebbe ott, ott velünk szemben mi volt. Mert úgy látom, hogy arra kellene, hogy menjünk akkor. Egyszer nézzük meg, hogy az mi a szart. És akkor utána megyünk vissza. Nem tudja, igen, még nem tudja, még kicsike sajnos. Kicsike és idegesítő. Pont abban az életkorban van a gyermek, amikor a legidegesítőbb. Előtte aranyos cuki, meg minden, érted, megérted, mert még pici, meg nem tudom én mi. De amikor már ebbe a korba van, mint Arthur. Mint Arthur fiunk, ugye? Akkor már, ha rászólnál, hogy nem szabad, akkor már meg kellene, hogy értse. Vagy hogy fogd be a szállt, meg kellene, hogy értse. Nem? De. Jézus Mária! Kell egy Bluetooth jel? Igen. Van egy Bluetooth jelünk? Azt nem értem, hogy endből kellene egy... Jaj, hogy annyit próbálkozhatunk? Hát mi a gyász? Hogy annyi próbálkozásunk van, vagy mi? Hát ez nem... Hát az eléggé probléma, annyi próbálkozásunk van. Az eltűnt. Az F megvan. Hát ez nem jó, baszki! Mi a fasz? Oké. De várjál, mert telik az idő. Szóval nem próbálkozás, hanem az idő telik. Értem, itt minél gyorsabban kell nyomkodni. Yes, baby! Megvan! Megvan, baby! Adjál valami jó cuccot erre, baszki! Ez, adjál valami jó cuccot, mert megfosatott. Again! Egyszerű támadás páncélom, mely rúna erőt segít. Hát meghal, baszki. Hát ki hasz? Ki hasz, baszki? Ki hasz, baszki? Rúna plusz védelem. Nyomjuk be eztet, azt mondjátok. De ebbe... De miért nem tudunk rakni bele... legyen akkor rúna. Rúna van, meg védelem. Akkor a rúna kövekkel vannak el, nagyon. Ez is rúna, meg védelem. Á, hagyjunk. És szerintem hagyjunk egy kevés izét is neki. Oké, vihessük magunkat. Köszi, köszi, köszi. Nem az, azt hittem, hogy az a próbálkozás mennyiség volt, amit számlált vissza, de nem, az idő volt.
Úgyhogy minél gyorsabban kellett kinyomkodni ezeket belőle. De megvagyunk. Megvagyunk, úgyhogy rakassuk vissza ide. Rakassuk vissza. És akkor mehetünk kifele. Nagyon jó. Oké, és oké. Lőd meg. Nagyon jó. Mehetünk is. Végre. Ugyanazt a homoktálat használjuk, ami leoldott. Ki akarok jutni? Ha jönnél, nem maradnál le, akkor kimennénk. Jó. És annyi rúnatálat fogunk használni, amennyit csak kell. Rendben? Bogyó és Babócát majd nézhetsz otthon a tévébe, jó? Most nincsen erre időnk. Jó, és akkor itt tudunk valamit kezdeni ezzel a szarral? Még mindig. De nyitva van az is. Már megint nyitva vannak. Itt ez is zárva volt a legelején amúgy. Oké. Az igen. És itt nem volt semmi nyitva. Nem. Csak az a kettő volt. Oké. Életet töltünk. Itt pedig ezt már kinyitottuk. Oké. Na, rajzolhatod, menjünk fel. Hatasztottak kacsát, basszat! Ez a szarvas genyó most már tényleg megeheti. Megeheti a félót! Súlyos hibát követtünk el. Hát, leszarom, meghalt, baszki! Egy szellemfarkas idéz meg, mely háromszor ráveti magát az ellenségre. Ó, és akkor most rakjuk, tudjuk fejleszteni az íját rúnakövekkel neki is. Tartsd lenyomva az F gombot. Haha, nézd oda már, hogy hogy rohannak az sárkányok? Nagyon jó, köszi szépen. Rossz na, hála. Oldalon voltunk. Én. Most jön az a rész, hogy nem kellett volna beleavatkoznunk. Feljebből. Emlékszel a válaszra? Igen, igen. Megbeteged. Nagyon kapja. Véged van. Fiú, olvasd el ezt. Fiú, mi van ide írva? Csak akkor szólsz hozzám, ha kell valami. Mondani akarsz valamit? Azt mondtam, hogy csak akkor vagy hajlandó beszélni velem, ha kell neked valami. Ha anyám itt lenne... Az anyád még élne, így sem lennénk. Atreus. Hagyjuk. Családi ügyekben nem szólok bele. Soha se szoktam, úgyhogy nem szólok bele. Ó, de kisütött a nap! Már mennyire fényesebb van, nem? Felszabadítottuk Afrém fényét, szemét, száját. Takarítónőket majd kiküldjük ide, feltakarítsanak. De megvagyunk, megvagyunk. Nagyon, nagyon csini, nagyon csini. Á, gyönyörű, nagyon gyönyörű a játék, komolyan mondom, csak nézd már körbe. Ennél gyönyörűbb kell. Mi? Ennél gyönyörűbb kell. Gyönyörű. Mese szép! Oké, mehetünk is vissza. Ottan, ahonnan jöttünk. Kezét csókolom, viszont látásra. Jöttünk a fényért, megyünk is. Ott volt a fényben. Ki? Az anyja. Kérdezi az anyja, ott volt-e a fényben? Nem volt. De ott volt. Csak pont akkor szedett ki. Vigyázz a szádra, fiú!
az út végéig egyikünknek koncentrálnia kell. A tényleg megülteti magát. Azt jelenti, hogy nem gyászolok. Mindenki máshogy dolgozza fel. Megütteti magát mindjárt ebbe a pillanatban. Sajnálom. Szegény, hát jó, meg lehet nem érteni tudta. Nyilvánvalóan. Még nem, gyermek. Nem tudhattad. Nem ismersz. Tudom, hogy nem könnyű. A fényben úgy éreztem, hogy csak percek telnek el, ha ez vigasztal téged. Ezt jó tudni. Tényleg. Szóval menjünk vissza szembenézni a fekete lehelettel, vagy szerinted van még itt tennivaló? Hát igen, azért a gyász az nem könnyű. Mit tudsz megesélni a háborúról? Két okból vívják őket. Túlélésért vagy előszerzésért. A csatákat lehet, hogy a jobb katonák nyerik. A háborúkat viszont azok, akik hajlandóak mindent feláldozni. Nagyon bölcs ez a Kratosz. Nagyon bölcs ez a Kratosz, komolyan mondom. Oké, akkor megérkeztünk. Most, hogy megvan az A-frame fénye, így vissza tudunk menni a hegyekbe, a fekete füstre, ugye? Én mindig mindenre odafigyelek. Úgy néztek ki, mint akik nem akármilyen útra indultok. Várjál, mert itt van egy ládika, itt még nem voltunk. És most már vissza tudunk menni a hegyekbe, azt ott a fekete taknyot... takonyt eltakarítani, és be tudunk menni a hegyre. Ez a muszlim kődarabok, amikkel ugye majd ki tudjuk olvasni azokat a dolgokat, amiket nem. Ezek a hangok a fejemben. Hát, innen jöttünk. Ez volt az első alkalom. Amikor Brockkal találkoztunk, az állat a figyelmeztetett a fák közötti veszélyről. Ezért nem akart átkelni. Ezt az állat mondta? Hát, csak éreztem, amit ő érzett. Hogy fél valamitől. Amikor jöttünk, volt a legelején át, és találkoztunk Brockkal. Érted? Találkoztunk Brockkal, és az állattal, és ugye az állat nem mozdult a hídon, és akkor mondta a gyerkőc, de az ezelőtti részben, ugye mondta a gyerkőc, hogy dobja a fejszét be a fák közé. És mondja, hogy ezt egy... És ezt egy helyet, ahol találhattok néhány hasznos kincset. Van egy elhagyatott templom Midgardban, amelyet egy társam átalakított a személyes raktárává. Telerakta kincsekkel a különböző birodalmakban tett utazásaiból. Birodalmakon át? Melyekben járt már? Miket gyűjtött? Fafnir egy, mondjuk úgy, erőszakos gyűjtő volt, mágikus tárgyakat gyűjtött. Minél többet szerzett, annál többet kívánt. Nem volt olyan ereke, ami elég veszélyes lett volna neki. Egyszer Niflheimbe utazott egy fenőkőért többek között. Különleges fenőkő lehetett. Az nem van semmi. Értelme ennek a történetnek? Igen, van! Véletlenül van egy belépőköven Fafnir raktárába. Talán nektek is jut valami érdekes. Remek! Kösz, Indri! Nagyon szívesen! És ha megtaláljátok azt a fenőkövet, nos, nagyon örülnék, ha visszahoznátok. Egy fenőkő. Fafnir kincshegye. Menj Fafnir raktárába. A raktárba mentek. Javaslom, legyetek óvatosak. Több mint egy évszázada jártam ott, és mindenféle rondaság volt arra. Nem zavarja a barátodat, ha oda megyünk? Nem. Szó sincs ilyenről. Halott! Beteg állat. Na, csináljuk meg a mellékes küldetést, skacok, mielőtt még menjünk ezért a fenőkőért. Neki mellék küldetés. Csináljuk meg. Se veled, sem nélküled. Ezt már elolvastuk. A gyerkőc még mindig nem jön, mert még mindig dumál. Más se csinál, csak beszélget. Duma. Jó van, nincsen semmi gond. Most már visszajöhetünk a főjárathoz. Mit mondtok? Pszichopata.
Oké, most itt vagyunk, és most kellene ugye menjünk ugye vissza. Vissza kell menjünk. Az élet fájával vissza fogunk menni. Megvan a fény. Irány Midgard. Megyünk Midgardba vissza. Berakjuk ezt a követ. Nagyon jó, vagyis a kulcsot, és visszamegyünk Midgard birodalma közepe. Midgardba való visszatéréshez nyomd meg az R gombot. Ez ilyen, nem tudsz mit csinálni. Egy űrben létezik. Egymás felett. Akárcsak ez a szoba, amiben mozgás nélkül utazhatunk. Wow! Az utazás alfényfénye. Vissza kell térjünk a hegyhez. Nagyon jó. Nagyon tökéletes. Nagyon tökéletes. Visszajöttünk Midgardba. Akkor megcsináljuk a mellékküldetést? Vagy menjünk a hegyekbe? Menjünk a hegyekbe, vagy csináljuk meg a küldetés? Melyik legyen? A... És most elmondja, hogy találkozott a testvérével. Most jöttünk vissza egy másik világból, és találkoztunk a testvéreddel. Nos, nem ebben a sorrendben. Hagytad annak a gyökérnek, hogy hozzáírjen a pengéhez? Rég elvesztette a tehetségét. Egyik nap felálltam, azt ott hagytam. Magával akart rántani. Tönkretette a kicsikét? Épp ellenkezőleg. Nem szereti a tesója bele nyúl a fejszébe. Néha még a vakdisznó is talál szarvas gombát. De tudjátok, mi számít igazán? Az állandóság. És ez az én munkámra mindig igaz. Kaptunk egy frissítést, Rea? Mit csináltál vele? Így jobb. Jó, most megintett a képed, lenne egy kérésem. Ez is egy mellékküldetés? Van ez az alkimista, Advári, aki kint dolgozott a Völünder bányába. Nem hallottam felőle kb. Nem is tudom. Talán 100 tél óta. Lehet, hogy meghalt, de talán ti meg tudnátok keresni. Ő is tört, mint én. Egy cifra zöld gyűrűt visel. Tartozik egy szívességgel. Megkeresed? Ha útba esik. Ó, értem én, hogy megy ez. Nem az a semmiért valamit fajta vagy, mi? Jól van. Ha megtalálod Andvarit, ráveszem, hogy készítsen neked valami különlegeset. Itt a belépőkő a bányákba. Ez is egy mellékküldetés. Akkor mind a két törpnek kell mellékküldetést csinálni. Kell az az alkimista a nektek szánt cucchoz. Gyerünk, találjátok meg. Az igen. Szia-szia, hellóka, hello, ciao. Örülök neki amúgy, ha tetszik nagyon. Én nekem nagyon adja. De akkor mit szeretnétek, mit csináljunk? Emlékszel a visszaútra a fekete lehellethez? Persze. Át kell mennünk a hídon van a hely tornyához. Vissza a fekete lehellethez, vagy felfedezünk. Tőled függ. Most kellene visszamenjünk a... Ugye a fekete füsthöz, ami a hegyekben van, ami miatt vissza kellett, hogy forduljunk. De viszont, én azt mondom, hogy mielőtt bemennénk a fekete hegybe, Fafnir kincs hegye. Nézzük meg azt a fémkövet. Nem? Nézzük meg azt ott a fémkövet, én azt mondom. Nézzük meg ezt a fémkövet, ami kell, ami kellene, igen, a raktárt. Jó? Csináljuk meg azt a mellékküldetést. És azt hiszem, hogy a kígyó mellett kellene elmennünk. Azt hiszem, a kígyó mellett kellene, hogy elmenjünk, ugye? Bár csak anyámmal is mehettünk volna ilyen. Tudod harcolni, igaz? Igen.
megkoromároz a kígyó. Kegyetlen. Az anyjával is szeretett volna elmenni piknikezni. Itt kiköthetünk. Itt mi van? Egy kicsit most kalandozunk. Egy picit. Nem sokat, csak egy picit. De tényleg nagyon picit. Mindjárt megyünk a fémkőhöz, csak nézzük már meg azt, hogy mi a gyász van itt fent. Hé, nézd! Egy fákja! A fákja fából van. Ez egy tűztál. Egy tűztál. Tűztál. Ez egy tűztál. Nagyon jó amúgy a magyar szinkron, komolyan mondom. Kár, hogy minden játékot nem tudnak megcsinálni, bazd meg. Pedig lenne igény rá. Pedig lenne igény rá. Kövékje. Ellenség előttünk! Ez jó. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Mi ez? Egy lélek. Beszél hozzám. És hall is benneteket. Ne legyél bátortalan. Eki? Á, nem csinálunk mellékes küldetést, ez is mellékes küldetés, valahogy gondoltam. Valahogy gondoltam, ezekre majd később visszatérünk. Most elég, ha egy mellékes küldetést csinálunk, az pedig a... fénykő. A fémkő. Én azt mondom. Csináljuk meg azt ott. Olyan, mint egy meset, szerintem is amúgy. Itt jöttünk be, nem? De várjál! Nem, nagyon rossz helyt jövünk. Nagyon-nagyon rossz helyt jövünk. Szóval... mesélsz valamit, amíg utazunk? Mire gondolsz? Nem tudom. Anya mindig tudott mesélni. Azon gondolkozok, hogy a kapuval kellett volna itt bemenni? Volt egy ember, akit még régről ismertem. A történetei rövidek és tanulságosak. Ide kellett volna bejöjjünk? Vagy el lehet menni mellette? Az egyik egy teknőcről és egy nyúlról szól. Mint a boszorkányháza? Nem hiszem. És mi történt? Versenyt hirdettek egymás között. El lehet jönni mellette. A nyúl túlságosan biztos volt a győzelmében is ostoba, míg a teknőc nyugodt és fegyelmezett. A teknőc nyert. Szerintem eddig nem sokat meséltél, igaz? Ez kemény. Nagyon brutál. Oké, eljöttünk mellette. Egy kis tévedés volt, de meg vagyunk. Most kellene megnézzük amúgy azt ott a... azt a fémkövet. Kincsek a birodalmakból. Kincsek a birodalmakból. Gondolod, hogy fákírják már álfejben is? Nem tudom. Nem vagy rá kíváncsi? Szerintem érdekes. Azért megyünk a raktárba, hogy szükséges dolgokat gyűjtsünk össze. Nem a törpök miatt. Így van. Nem a törpök miatt, se nem a fenőkés miatt, hanem a kincses raktárba megyünk, hogy hát ha jó cuccokat kapunk magunknak. Amúgy tökre olyan. Ezek nagyon sok mindent nem. Oké, okay, köszi. Na, kaptunk egy teleportot, innen vissza tudunk majd teleportálni. Vissza tudunk teleportálni majd, csak is Brokhoz. Voltatok már Fafnir raktárában? Most megyünk! Sindri, miért nem békülsz ki a testvéreddel? Én? Ki békülni vele? Mert egy konok disznófej, aki képtelen arra, hogy megváltozzon. Mert szörnyű dolgokat állított rólam, mivel nem biztos a saját munkájában, amiről hadd jelentsem ki, kritikán aluli. Mert engem hibáztat mindenért, ami nem az én hibám. Ha? Például? Megbocsátanál, kérlek. Össze kell szednem magam.
Beteg állat ez is, bad meg. Na jó, menjünk. Nem békül ki. Reméljük, hogy majd egyszer kibékülnek. De most nem békül ki. Most megyünk a raktárhoz. Hogyha itt van, úgyhogy át tudjuk adni, az nagyon jó. Mert nem kell visszamenjünk sehova se, úgyhogy vissza tudjuk itt neki adni azt a fémkövet, ha megtaláljuk. Úgyhogy zsetár. Nézzük meg, hogy mi van. De gyönyörű! Nagyon gyönyörű! Bartalócok. Nagyon szép. Előttünk értek ide. Előttünk értek ide. Ó, de jó. Ó, de örülök neki. Hát ez nem lett jó. Hát ez hú. Ez a repkedő szar. Oké. Oké, még van valaki? Valahol, mint azt ott a madarat hallanám. Mi az ott fent? Nagyon szép! Ezt itt megnézném, ezt a ládit is. Atreus, hozzám! Itt van csomó! Itt csomó minden van amúgy. Nagyon sok minden van. Oké. Nagyon jó. Valami jó cuccot adjál. Kaptunk még egy kürtöt, nagyon jó, már csak egy hiányzik. Oké, na várjál, itt van egy vízesés. Ó, csorít elvérzett. Kicsit sötét van, nem? Kicsit sötét van. Ó! Oké. Használd a belépő követ, amit kaptunk, ugye? Fiú, ide! Ura! Ez valamiféle rajz. Talán térkép? Találd meg a tekercs alapján a helyet. Térkép. Ne pislogj! Az utam hosszú lesz, így csak legszükségesebbeket vihetem magammal. A javaimat visszatértemig a kőarc vigyázó szemeire bízom. Legendás bűbáj, egy jégkatalizátor, két kemény svartalheim acél. És 6000 darab ilyen cuccos. Na várjál! Az a izé, az nem a hegyet mutatta? Amúgy az arcot? Ne nyomjunk közbe a belépőt. Nem az a hegyet mutatta? Ami a hegy arcot mutatta? De szerintem igen. Úgy néz ki, a martalócok bejutottak. Remélem nem vittek el mindent. Oké, ide kell bemenjünk egyszer. Nagyon jó. A kincses térkép az az, ahova mentünk fel, az a hegy arcot mutatta, nem? Na jó, összekentük magunkat minden esetre. Csak várj, hülye köcsök, meg drágör. Se mágikus kincs, se fenőkör.
Ne legyenek nagy elvárásaid, fiú. És akkor soha nem fogsz csalódni. Jogos, jogos, jogos. Itt nem volt semmi. Ebbe semmi nem volt, oké? Okay? Nyissunk egy másikat. Felkészületlen voltál. Erre nem számítottam. Pontosan. Igen, arra is kell számítani, amire nem számítasz. Csak mondom. Oké, akkor voltunk a mellettünk levőbe, akkor most jövünk a baloldaliba. Voltunk a jobb oldaliba, most bejövünk a baloldaliba. Nézzük meg, itt mi van. Az baj. Az ellenség előttünk! Van egy kicsi probléma. Van egy kicsi probléma, mert itt csak is boxsal tudunk nyomkodni. Jó, meghaltunk! Minden esetre! Meg egy hülye madártobot. És hasznos dolgok. Ez a fő ok, amiért itt vagyunk, fiú. Viszont... Még jó, hogy vettünk ott a mágiába ezt a lószart, amivel Arthur meg tud minket... Arthur meg tud minket védeni. Az igen. Az igen! Az igen! Szinte hűvös lett a hangulat. Ha nem lett volna az a élet szar, amivel fel tudott minket támasztani, haltunk volna. Talán a fenőkő is meg lesz. Jusson eszedbe, amit az elvárásokról mondtam, fiú. Ne legyenek nagyok, emlékszem. Ne legyen nagyok az elvárások, aztán nem fogsz belőle csalódni. Oké, akkor most... na várjál. Voltunk ott. Ja, hogy ebbe voltunk az előbb. Az előbb ebbe voltunk. Akkor még egyszer jobbra. És akkor gondolom majd előre is kell menjünk majd. Ne felejtsetek el, skacok, feliratkozni, és ne felejtsetek el dobni egy lájkot. Hát ezek a boszorkányok! Hát ez nem szarózik tényleg. Az igen, az egy farkas-markas volt. Kicsi élet is kell. Amúgy mik ezek a cuccok, amik így zúgnak? Nem tudom, ja igen, ezek a kövek, aha. Ezek mennek bele a kinti izébe. Oké, hát itt sem volt a fenőkő. Hát milyen meglepő, nem? Az utolsóba lesz bent. Az utolsóba lesz bent. Milyen meglepő. Jó, ezt a madarat hallom folyamatosan. Oké, megvan. Már megint. Hogy mindig meg tudnak dobni? Most elkészültem rájuk. Láttam. Szóval ne legyenek nagy elvárásaim, de mindig számítsak arra, hogy megtámadnak. Igen, ezt tartsd egyensúlyban. Számíts a legrosszabbra. Ne feltételez semmit, legyél felkészülve egy támadásra. Bizab.
Vagy szóval, hogy 4 kapu van. Oké, akkor ezután megyünk legelőre. Oké. Nagyon jó. Jó eldugták amúgy. Jó eldugták amúgy a izét. Ops, van egy farkasunk. Farkas, farkas támad. Nem lehet támadni. Haldoklunk, csak mondom. A cuccainkat fejlesztenünk kell, de nagyon. Fejlesztenünk kell a cuccainkat, mert... Nagyon-nagyon fejlesztenünk kell most már a cuccainkat. Nagyon-nagyon fejleszteni kell most már a cuccainkat, csak úgy mondom. És már csak egy terem van. Tudom, hogy ne reménykedjek. Szerinted ott lesz? Nem. Szerinted ott lesz? Nem. Hát ez eléggé jó megoldottuk, baszki. A cuccokat mindenféleképpen erősítenünk kell. A páncélokon mindenféleképpen. Mert életerőnk 2 van. Vágod? Halál esküjének. Ez az, ezt mondom, érted? Ezt mondom, hogy kell ez nekünk, ez az életerő. Mindenféleképpen azt ott kell visszapompázzuk magunkra. Ebből majd... Pedig a rúna is kell. Mindegyikre kell, mindegyikre kell. Mindegyikből kell, mert ha nem... Nem lesz jó. Mindegyikből kell. Hello, hello, ciao, ciao, sziasztok, üdv mindannyiótokat. Pusza, pusza mindenkinek. Azaz. Oké, és akkor most már megyünk előre, sikacu. Megyünk előre. Nagyon jó. Igen. Nagyon jó. Ez is megvan. Itt már nem lesz senki. Ó, ládik! Oké. Erős jégsugár, amely minden ellenséget lelassít, amelyek érintkezik vele. Ó, igen! Ó, igen! Ó, igen! Ez kell nekünk. Ez kell nekünk. Na, ezt már szeretem. Amúgy mivel hozod elé? Nem. Na, de várjál. A fagy aggasztjánk harang. Igen. Nagyon jó. Nagyon jó. Figyelj oda! Az anyám levarult szivár végét! Nagyon jó! Visszajöttél, hogy a holttestemre húgyoz! Te hálátlan kis... Kik vagytok? Egy fenőkövet keresünk, nem láttad? De, volt egy a szobában. A fiam évezte rajta a tőrét, mielőtt a hátam baszúrta volna. Tessék! A kis szemét azt hitte, átveheti az embereim felett az irányítást. Kemény voltam vele, az igaz. Azt hiszem, nem kellene meglepődnem. Én is ezt tettem az apámmal az ő korában. Megölte a saját apját. Az szép. Hol az van szép. Most? Lehet, hogy szemét, de az én szemetem. Nem segítek, bolondok. Akkor majd ez a tőr. Hey! Az az enyém! Hey! Gyere, fiú, megyünk. Az tér vissza Sindrihez. Hulladj meg! Még a mellé 2 darab, hallom?
és ezt egy pont lekéstük! Mögöttem lőnek rád! Oké. Oké. Jól csináltam? Jól csináltad. Most már kettesével jönnek az ogrék, csak mondom. Ilyet láttál? Oké, akkor itt nem találtuk meg a fémkövet? Azt akarjátok mondani? Kaptunk pár cuccot amúgy, az tök jó. Meg azt a képességet, az is nagyon jó. Azt a képességet, hogy megkaptuk. De most azt mondjátok akkor, hogy... Miért árult el a saját fia? Megölni az apádat? Egy kevés kincs miatt? Ez szomorú. Hát az, fiam. Emlékezz, az. Mit mondtam. Ne feltételez semmit. Nos, persze. Nem tűnik valami remek apának, de... Ez csak a történet egyik fele. Ha te mondod... Hát igen. Jó! Légy készen! Lődek rád! Hát nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy bevált! Az mi a gyász volt? Nagyon kapta! Jézus Mária! Ritka bűbáj. 50%-a növelő a mérgezéssel szembeni ellenállást. Almozódás. Max 85%-ig. Oké, köszi. Na, ez nem volt semmi. Van bent valami. Oké, nagyon jó. És itt mi van? Itt jöttünk le, nem? De itt jöttünk le? Várjál már. Bocsi. Rossz ajtó. Rossz ajtó. Azt mondja, hogy van valami fent. Az nem az a varjú akar lenni? Ja, de igen, az a varjú. Oké, bocs. Megvagyunk, mehetünk vissza Sinrihez. És itt is van egy. Hány darab van ebből? Hagyunk itt valami mást? Reméljük, hogy nem. Majd mindegy. Majd egyszer kimaxoljuk. Majd egyszer. Köszönöm a kérdést, nagyon jó vagyok, skacok. Köszi szépen. Köszi szépen mindannyiótoknak. Ne felejtsetek el dobni egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni, és a csengőt benyomni az értesítéssel együtt. Itt is van egy. Ez komoly, amit jó sok van. Itt jó sok van ebből a repkedő varjukból. Mindjárt fejedre esik a veder, gyermek! Oké, nem menj... találtatok véletlenül egy... Nem találtuk nem, meg. Nem találtuk meg. Ez a tőr azért a martalóci, aki elvitte. Sok jó cuccot elvittek. Ó, oh, jól van. Tessék, fogjátok. A tőrért cserébe. Ritka talizmán. Aktivált cézás közben a tőr, az idő lelassítására. A tőr, amit hoztatok, egészen érdekes. A formája egyszerű, de a kialakítása erős. Hol találtátok a templomban? Egy martalócban. Ó, oh. Említette, hogy egy nagyobb klán tagja. Talán még hitték el a fenőkövet. Valószínű. Tudom, hogy láttam már ezt a formát valamikor. Az elveszett tárgyak? Aha. Igen. Oké, köszi szépen, bűbájok. Ez nem igen kellene.
Levéltán felszét még mindig nem tudjuk. Melkas páncél. Ez amúgy, igen. Köszi. Nagyon jó. Ez pedig kellene nekünk, de rendesen. Ez fantasztikus. Nagyon jó, köszi. De ezt se tudjuk felvenni, az a baj. Most már vannak ilyen erősebbek, de az a baj, hogy ad nekünk erőt és védelmet, ami nekünk kell amúgy, teljes mértékre. Ez nekünk kelleni fog. Remek kovácsolás. Ez nekünk kelleni fog. Nekünk ez kelleni fog. És csukló páncélból, hadd nézzük meg már, hogy 33 ellenállása fagy, égés és méreg támadásokkal szemben. Halmozódás max 35-ig, ú, az nagyon jó amúgy. Ú, ez nagyon jó amúgy. Ez nagyon-nagyon jó amúgy. Eztet is el kellene készíteni. Használd egészséggel. Nagyon jó. Ezt is fel kellene venni. Nagyon jó. Ez nem igen kell. Derékpáncélból pedig kellene nekünk. Ez erő, erő és védelem. Védelem 23, de nekünk kellene az erő is amúgy. Úgyhogy ezt is megcsináljuk. Szerintem ezt a... Használ. Nagyon jó. Köszi. Ó, hogyan is felejthetnénk el? Neki nem tudunk még csinálni, mert nincsen elég. Mi kell neked? És nincsen tört ezüstünk, úgyhogy innen fogjuk majd folytatni tovább, mert nincsen tört ezüstünk, ami kellene. Fejlesztésre melkas páncélt tudnánk fejleszteni, de arra sincsen. A következő okay. Viszontlátásig. Köszi szépen! Akkor ennyi volt? Lényegében? Lényegében ennyi volt? Skacok. Ugye Brocknak kellene megcsinálni ezt a... Találjuk meg Brocknak a barátját. Vagy ami maradt belőlem. Vagy Mülszeim birodalmát kellene megnyitani, a tűzbirodalmát. Hát oké, nem volt nála, abszolút, de legalább kaptunk valami érdekességet. Amúgy ez nem rossz. Ezeket mindenféleképpen fejlesszük ki. Fejlesszük ki az íra, hogy tudjon nekünk segíteni Arthur minden esetre. Igen, ez kelleni fog. Növeljünk a sebzésen, megnöveli a reflexi tüzelési sebességét. Ezen is fogunk, igen. Jó, ez is kell. Ezek nem kerülnek amúgy olyan sokba. Ez se rossz. Mindjárt kifejlesztettünk mindent, baszki. Ez nem rossz, de ez már megvan amúgy. Ez jó. Ez jó. Köszi szépen. És erre már nincsen energia. Ez jó. Kell egy kicsit fejleszünk ezeken a dolgokon, mert ha nem...
Jó. Ez kell nekünk. Ez se rossz amúgy. Oké, meg is vagyunk ezekkel a dolgokkal. A páncélnál pedig ne felejtsünk el, szerintem... Jó. Na, mi a gyász van? Igen. Oké, ez megvan. Rakjunk foglalatokat bele tényleg, mert az kelleni fog. Sötét elfek támadása okozta összes sérülést. Lehet, hogy eztet fogjuk berakni, a rúnát. De nem raktad be? Jó, köszi. Oké, és ebbe is rakjunk. Ja, de ebbe nem tudunk mit rakni. A pajzsot pedig át tudjuk rakni. Oh. Oh, de nekünk kellene az életerő is. Ez igen. Ez lelassítsa az időt, de nekünk legyen adag életerünk, ma az életerünk az nagyon gyenge. És egy adag életerő életerőt ad, hogyha lenyomva tartsuk. Csak miattam nem. Na jó, skacok, meg vagyunk ezzel, vissza is teleportáltunk, egy kicsit fel kellett turbozni a dolgokat. Köszi szépen! Kicsit fel kellett turbozzuk a karaktert, mert hanem a továbbiakban nagyon oda fogunk esni. Úgyhogy... ez még le van zárva, a második küldetése neki, úgyhogy ide fogunk visszateleportálni. Nagyon jó! Vissza fogunk teleportálni. Ez bizonyára a világfa egyik ága. Fiú, maradj az úton! Rendben, rendben tudom. Leszökik még a végén kipurcan. Ez akkor, ez a legelső, ugye, Travel, és ez ugye a izé közötti utaknak a birodalmak közötti utaknak ugye ez a kicsi részei. Ezzel tudunk gyors utazást tenni. És visszajöttünk az alkimistával, akiről beszéltünk? Ja, még nem csináltuk meg azt. Hát, ott ti meg honnan szabadultatok? Itt találom. Alfheim? Hogy jött el rá? Bárhol felismerném ezt a szagot. Régen rengeteg időt töltöttem ott, de nem engednek már oda, mert történt egy incidens. Mi történt? Hát, nem vagyok biztos benne, hogy apukád örülne, ha beszélnék erről, mert sok benne a káromkodás, lopás, meg baszás. Mi? Ne ítéljél! Te jöttél ide törp szaktól bűzlően. Felkavarod az emlékeimet. De szárjuk le! Vannak még kalapálni való munkáim. Nem futottatok össze egy csövesképű fickóval, aki nagyjából olyan magas, mint te, nem érez fájdalmat, és olyan, mint a részeg, vagy beszívott lenne? Nekem is tele van a hócipőm. Ha az vállalkozást akartam volna, akkor egy bordé mellé megyek. Vagy egy küzdőtér mellé, vagy egy küzdőtéri bordé mellé. Azt mondtad, az? Mit az istenek? Nem. Legyetek rendkívül óvatosak ti ketten. Mostanában az utak hemzsegnek ezektől a halott seggfejektől. Észrevettük. Nagyon kemény szövege van amúgy Brocknak. Talán nincs több hely a Hélben. Vagy esetleg megint Odin keveri a szart a háttérben. Vagy lehet, hogy a seggfejek csak eltévedtek. Majd kérdezzétek meg valamelyiket, miközben titeket zabálnak. Kegyetlen. Jobb, ha óvatosak leszünk. Gondoltam. Brock, mit tudsz a kígyóról a tóban? Azt, hogy baromi nagy. Ah, rendben. Ez a Brock aztán kegyetlen, bazd meg. Na jó, van, skacok! Én azt mondom, hogy most már megvan az Alfheim fénye, és az a cél, hogy felmenjünk a hegyekbe, ugye? Viszont azt ott a holnapi napra fogjuk hagyni.
Hónapi napra fogjuk hagyni, mivel jó lenne, később visszajöjjek egy kis másik játékkal is, úgyhogy mentünk egyet, Midgard, úgyhogy úti cél a hegyekbe. Én azt mondom, hogy ezt egy hónapi nap csináljuk meg. Viszont nagyon jó. Kibaszottul jó szerintem. Nagyon jó haladunk, most már megvan Alfheim fénye is, és szerintem tökre, komolyan mondom, szerintem ezt egy folytassuk minél jobban. Ne felejtsetek el feliratkozni, írjátok le kommentbe amúgy, hogy mennyire tetszik a game. Hónapi nap folytassuk tovább, és akkor megyünk már a hegyekbe, ugye, azzal a genyót a fénnyel eltüntetni, és akkor be tudunk menni, és fel tudunk menni a hegycsúcsra, és fel tudjuk vinni a feleségének a hamvait, úgyhogy most ez az úti célunk, azt meglássuk, hogy tovább hogy alakul. Úgyhogy köszi szépen, hogy velem tartottatok, nem sokára érkezünk a harmadik résszel, és folytassuk. Nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok, skacok, és ne felejtsetek el feliratkozni, a csengőt bekapcsolni, és nem sokára találkozunk. Köszi szépen, hogy itt voltál, pusza neked, csók a családnak, legyél jó, és legyél szerencsés, és nem sokára találkozunk, skacok. Sziasztok!